Jó estét, sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Hogy is van? Pörögnek az évek, mint a gázóra, ezt mondja Partály Lajos, úgyhogy már 31. alkalommal adjuk át a üvegújódíjat. És ezen kívül ugye alapítottunk még egy díjat, mert ugye mit érne a könyvesbolt vásárlók nélkül, a törzsvásárlói díjat, úgyhogy ezzel fogunk kezdeni. Hát sokan tudják, vagy azért mondom, hogy nagyon jellemző az írókboltjára, hogy tehát rengeteg a törzsvásárlónk már évtizedek óta, ez nagyon jó dolog, nagyon fontos dolog. Tehát még bent van 10 ember, abból mondjuk 3-at biztos, hogy ismerek. Lehet, hogy 2 névről is. Ez általában így van, ez tényleg nagyon fontos. És hát akkor egy kicsit beszélnék az idei törzsvásárlói díjazottunkról. Hát hol is kezdődik a történet? Valahol 1969-ben kezdődik szerintem. Ugye mondjuk járt már ember a Holdon. Jimi Hendrix mindenkit megőrített a gitárjátékával Woodstockban. Megszület a nővérem. De egy sokkal fontosabb dolog, hogy egy fiatal ember elkezdte itt a körzeti orvosi pályafutását. Szófia és az Ötvös utca sarkán. Ez 69-ben történt, és hamarosan fel is fedezte, hogy itt a közelben van egy jó kis könyvesbolt, és ha jól tudom, azóta jár ide, heti rendszerességgel. Nagyon szeretjük, ő is minket szerintem. És hát, nagyon közeli kapcsolat alakult ki nyilván az évtizedek alatt. Mindenki minden gondját, baját ugye elmondta neki, hiszen orvos. Testi, lelki, bajai tudója. Nagyon széles érdeklődési körrel rendelkezik. Mindenfélét szokott vásárolni. Úgyhogy, mit is akartam még. Hát igen, akkor bemondom a nevét. Tehát az idei törzsvásárlói díj birtokosa, dr. Balázs Géza, nekünk csak Balázs Doki. Köszönjük, doktor. Nekem óriási megtiszteltő pacient. Nem vagyok. Én is csak így fejlődöm. Doktor, egy pár szót. Én úgy tudom, hogy ezt írok szoktam. Nem, ez a törzsvásárlói. Ez törzsvásárlói. Én is csak azt tudom mondani, amit a Jani mondott, hogy 50 év az. Nagyon sok és nagyon hozzátartozik az írókat, az írókathoz. Köszönöm szépen. Köszönjük. És akkor következik az üveggolyó díj átadása. 31. díjazottunk lesz. Ugye ez 1993-ban adtuk át az első díjat. Mandíván volt az első díjazott. Hát akkor még nem volt ilyen protokoll. Egyszerűen csak, ugye az Iván, hát sokan tudják, de azért elmondom, az Iván gyakran járt errefelé, bejött udvarolgatni a lányoknak, aztán ment ebédelni a fészekbe. Tényleg nagyon jóba voltam Dettivel, Edittel, mindenkivel. Nagyon szerettük. És akkor egyszer ültek az irodában, és hát azt hiszem úgy volt, hogy a Detti akart neki adni valamit, tényleg. És akkor egyszerűen átnyújtott neki egy üvegújót, és hát így alakult ez a díj körülbelül. És akkor most felkérem az előző évi díjazottat, Garaci Lacit, hogy akkor köszöntse az újat. Keres mindenki. Az a feladatom, hogy köszöntsem az idei üveggolyó díjast, méghozzá úgy, hogy közben nem árulom el a nevét. Nem egyszerű feladat beszélni valakiről, anélkül, hogy kiderülne, kiről is van szó valójában. Mintha az irodalom is valami ilyesmi lenne,
rejtőzködő, nem mindig a tárgya az igazi témája, hanem például az a mód, ahogy beszél róla. A műveknek titkuk van, ahogy most nekem is. Nemrég újraolvastam Thomas Mann egy Szélhámos vallomásai című könyvét, és rájöttem, hogy igazából nem egy fiatalember mulatságos kalandjairól szól a század végi Németországban, Párizsban és Portugáliában, hanem mondjuk így a mindent átható frivolitásról és pán erotikáról. 40 éve, amikor először olvastam, nem tűnt fel, most viszont úgy látom, mintha valójában ez izgatta volna az írót, miközben talán még magának sem vallotta be. Nem tudta, hogy miről ír, hová akar kiugadni, mit akar megérteni, miről akar vallani. Talán ezért is történhetett, hogy a könyvet soha nem fejezte be. Amit eddig mondtam, annak semmi köze nincs a mostani alkalomhoz, vagy ha mégis, az a véletlen műve. Húzom az időt. Feladatomnak azt a részét, hogy ne derüljön ki az ünnepelt neve, eddig szerintem maximálisan teljesítettem. Annyit azért elárulok, hogy nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy az író Goltya munkatársai idén őt választották. Kitűnő döntés, biztosan állíthatom, hogy a klub, az üveggolyó díjasok közössége több lesz általa, és megtiszteltetésnek tartom, hogy én laudálhatom őt. Írói pályám elején valószínűleg nem tudtam volna megírni a könyveimet, ha időnként nem kaptam volna különféle támogatásokat. Ezeket a díjakat, ösztöndíjakat, meghívásokat egyáltalán nem tartottam magától értetődőnek, nem éreztem, hogy járnának nekem. Egyfajta égi, mennyei segítségként érzékeltem őket, isteni szerencsének és ajándéknak, és sokszor a hálámat sem tudtam megfelelően kifejezni, nem is volt rá lehetőségem. Próbáltam minél jobb könyveket írni. Nem felejtettem el, hogy ezek a segítségek milyen fontosak voltak akkor számomra, és mikor néhány évvel ezelőtt lehetőségem nyílt arra, hogy egy fiatal írók számára létrehozott díjat segítsek a munkámmal, azonnal igent mondtam. Azt éreztem, hogy ennyivel tartozom egykori segítőimnek, az irodalomnak, a sorsnak, magamnak. Amit akkor régen kaptam, próbálom továbbadni olyan fiataloknak, akik talán majd ugyanígy segítik az utánok jövőket. Trükkös, bár nem biztos módja a halandóság kijátszásának. Úgy tűnhet, hogy továbbra is mellékvágányon csalizgázom. Nem így van, kezdek az igazi témánkra fókuszálni, fölötte körözni, most is csak azért fecsegek ennyit, hogy tovább csigázzam az érdeklődést. Azt hiszem, a művészetnek még virágzó korokban is szüksége van a hivatalos mecenatúra mellett független művészpártolókra. A hatalom és a politika hajlamos a kultúra kisajátítására, az alkotókat és a műveket nem a minőség, hanem a lojalitás szempontjából értékeli és támogatja. A mai helyzetben azt hiszem, ezt nem kell magyarázni, különlegesen fontos a szerepe az átgondolt és új hagyományokat teremtő magánmecenatúrának. Nem véletlen, hogy az utóbbi időben több ilyen kezdeményezést láttunk, és látunk a magyar kultúrában. Szerencsére van kit követni, vannak sikeres minták az elmúlt évtizedekből. Az üveggolyó díj idei 2019-es kitüntetettje a rendszerváltás óta szép példáját adja a független és nagyvonalúan segítő értelmiségi étosznak. Nem csak az általa létrehozott támogató programokkal, de szerzőként is részévé vált a magyar irodalomnak, aminek családi vonala mindig is része volt. Köszönet az eddigi és a jövőbeli munkáért, a hálás főhajtásnak a kifejezése lehet ez a mostani díj. Gratulálok, és megkérem Janót, hogy mondja ki a díjazott nevét. Idei díjazottunk Alexander Brod. Megkérem, hogy vegyek a díjat. Thank you.
Remélem megengedtetik, hogy én ezt ülve tegyem. Nem azért, mert jobb lenne, de nekem jobb. Szeretném Lászlónak megköszönni, és elmondani, hogy tényleg nagy dicsőség, én már a Thomas Mann-nál helyén voltam. Megpróbálom egy pár szóban elmondani azt, hogy miért jelent többet nekem ez a díj, mint akár egy Nobel-díj. Számomra egy díj jelentősége nem attól függ, hogy ki kapja, hanem jóval inkább attól, hogy ki adja és miért. Az üveggolyó díjat kiírása szerint egy irodalomban tevékenykedő személyiség munkájáért adják. Amellett, hogy a dolgozókkal ebben a boltban bensőséges kapcsolatot ápol. Számomra ez a bensőséges kapcsolat sokkal többet jelent, mint bármelyik díj, amit én eddig kaptam. Bocsássák meg a szerintelenségemet, de Magyar Köztársaság államfője és az Amerikai Egyesült Államok elnöke adott nekem díjat. De az nem jelentett annyit. Azért, mert én ebben a boltban otthon vagyok. És ugye az otthon az, amit nem kell megérdemelni, hogy Robert Frost mondta, az otthon az egy olyan hely, ahova, ha oda akarsz menni, be kell téged engedni. Beengednek, azt ő nem mondta, hogy ezért díjat is kapsz. Igaz. Én megnézem a papíromat, hogy elmondom azt, amit kívántam. Köszönöm szépen. Én általában szívesebben adok, mint kapok díjat. De őszintén megmondom, hogy ez a díj engem olyan boldoggá tesz, mint egy kisgyereket, ha egy kedves barátja neki váratlan ajándékot ad. És a végére még egy titkosok. Álomszerű számomra az, hogy az én képmásom itt fog lógni, közelibe az a márvány táblához, amelyen nagyapám és nagybátyám neve rajta. Sokszor jöttem ide, japán kávéházba, az András út 45-be, amikor kisgyerekként, amikor édesapám megmutatta nekem és elmesélte, hogy hogyan hozta őt ide az ő édesapja, és később hogyan kávézott a bátyám. Érdekes az, hogy az angol nyelvben a márvány és az üveggolyó ugyanaz a szó, marble. És ez eszembe juttatja az én kedvenc angol szavamat, ami a serendipity, vagyis egy véletlen, lényeges felfedezés. Maga az üveggolyó díj. Hálásra köszönöm. Nektek. Mindjárt pesgözünk. Én már most részeg vagyok.
kihelyezem és testben. Én nem tudom, hogy ez a kérdés.